A közösség formálása cél, ovi foci pályákat adtak át Pécsett. Elkészült a Gellért hegy háromdimenziós modellje, a Pécsi Egyetemen állították össze. Kábítószer kereskedelem és más bűncselekmények, folytatódik a tárgyalás sorozat. Hulladékszállítás elektromos autóval, tesztüzem Pécsen, az önkormányzat vásárolna. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Pécs lehet a betelepítés Dunántúli központja, ha Brüsszelnek sikerül akaratát rákényszerítenie a magyarokra. Ezért arra kéri a városlakókat a település polgármestere, hogy menjenek el szavazni október 2-án. Páva Zsolt szerdán fejtette ki a sajtónak, miért fontos részt venni a kötelező kvótáról szóló referendumon. A polgármester szerint nemzeti ügyről és nem politikairól van szó. Elárulta azt is, hogy ő nemmel szavaz majd a migránsok kötelező betelepítésére vasárnap. Ha sikerül a migránsok kényszerbetelepítését elérnie Brüsszelnek, akkor Pécs nagy eséllyel az egyik fontos helyszíne lesz ennek. A déli határ közelsége, a meglévő ingatlanok, a kiépített közművek mind-mind növelik ennek az esélyét, mondja Pécs polgármestere. Van egy ápereli laktanya, van egy kórházunk, egykori kórházunk Pécsbánya-telepen, van egy tüdőszanatórium, amit szintén nem használnak, vagy a Munkács utca rendelő ad abszurdum szóval, amik erre alkalmasak, tehát ez jó lenne megúsznunk, hogy ilyenfajta problémák legyenek, úgyhogy én a magam részéről arra kérek minden pécsi polgárt, hogy gondolja át ezt a helyzetet. Ráadásul, ha egyszer már betelepítettek Pécsre, akkor ez hivatkozási alap lesz később, tette hozzá Páva Zsolt. Onnantól fogva, ha később jön még nagyobb számú menekült, még nagyobb számú bevándorló keleti, délkeleti irányból, akkor lehet, hogy Magyarország már nem tud hivatkozni, hogy gyerekek, mi ezt korábban nem akartuk, akkor lesz egy olyan hivatkozási alap az Európai Unió részéről, hogy Magyarország egyszer befogadott menekülteket, akkor most tessék még egyszer megtenni ezt, akár nagyobb számban. Ez mindenképpen kockázatos. Ezért a jövő nemzedékének érdekében át kell gondolni a betelepítést, amire az EU vezetése nem hajlandó. Ezért kéri a polgármester a pécsieket, hogy menjenek el szavazni október 2-án. Újabb vidékfejlesztési pályázatok jelennek meg ősszel, közölte a miniszterelnökség agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkára. Kis Miklós Zsolt elmondta, az év végéig mintegy 200 milliárd forint keretre jelennek meg a kiírások. Az igényeket többek között benyújthatják az agrárkörnyezetgazdálkodási pályázatokra, kertészeti gépbeszerzésre, a fiatal gazdák induló támogatására, utak és helyi termékek értékesítését szolgáló fejlesztésekre, a hosszú távon működő termelői csoportok, szervezetek létrehozására, de erdészeteknek is jut a forrásból. Emlékeztetett, a 2014-2020 közötti programban 1300 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 900 milliárd forintnyit már meghirdettek. Elektromos hulladékszállító autók járhatják majd Pécs utcáit, ha sikeres lesz a mától indult próbaüzem. Egy hónapig tesztelik a Debreceni Egyetem és egy cég közös fejlesztésében létrehozott járművet. A teljesen elektromos meghajtású kukásautó elsősorban a hegyes, dombos területeken működhet jól. Itt ugyanis a sok fékezés miatt a visszatöltő rendszer tölti az akkumulátort, ami megnöveli a jármű hatótávolságát. Az önkormányzat szeretne vásárolni ilyen környezetkímélő csendes járműveket, mondja a város alpolgármestere. Zajtalanul közlekedik ez a kukásautó, ami a következő egy hónapban Pécs utcáit járja majd. Az elektromos járművet a Debreceni Egyetem és egy cég fejlesztette ki. Ez gyakorlatilag ilyen világszabadalom lehet, mert ebben a tekintetben is egy nagyon komoly különbség van a különböző motorok tekercselése alkalmazott hajtása között, és amennyire ők tájékoztattak minket, hogy ez a fajta rendszer egy nagyon üzembiztos és nagyon nagyfokú hasznosságot, megtakarítást tesz lehetővé. Ezért tesztelik most Pécsen a járművet. Töltésnél fogjuk mérni a fölhasznált árammennyiséget,
fogyasztást, rögzítjük a paramétereket, hogy milyen üzemi útviszonyok között alkalmazkodott, és ebből fogunk akkor itt következtetéseket, meg ajánlásokat megfogalmazni a gyártóval való együttműködésre, annak érdekében, hogy lehetőleg minél szélesebb mennyiségben lehessen, különösen itt a városi környezetben az elektromos hajtásokat alkalmazni. A járművet szerda délután mutatták be a Széchenyi téren. Pécs alpolgármestere azt mondta az eseményen, tervezik az önkormányzaton, hogy ilyen járműveket vesznek az elektromos buszok mellé. Nagy eséllyel pályázhatunk majd szintén arra, hogy ilyen vagy ehhez hasonló 100%-ban elektromos hajtású kukásautók kapcsolódhassanak be a városi közszolgáltatásba, a hulladékgazdálkodás területén is. Ilyen beszerzésekkel egyrészt a zöld fővárosi címre is nagyobb esélye lesz Pécsnek, másrészt a helyi gazdaságot is segíthetik. Ennek a környezetvédelmi tevékenységnek egy nulla emissziós járművel tudunk megfelelni, amelynek egyébként egy része a felépítmény, az pécsi gyártmány, akkor mind a helyi gazdaságot, mind a helyi környezetet, mind pedig általában véve a zöld ügyeket szolgáljuk. A jármű hatótávolsága 130-150 kilométer, de ez a lassításból, fékezésből nyert energia visszatáplálásával változhat. A tároló tartály 15 köbméteres. A hulladékgazdálkodási cég vezetője azt mondja, az előzetes adatok alapján végig tud dolgozni egy teljes műszakot a 100%-ban elektromos meghajtású kukásautó. Egészséges gyermekek nélkül nincs az országnak egészséges jövője, jelentette ki a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Tuzson Bence hangsúlyozta, fontos, hogy az egészséget mindenki komolyan vegye, így az önkormányzatok és a kormány is. Hozzátette, a felmérések szerint, amíg a 10 éves gyerekeknek még 70%-a fitnek mondható, addig a 18 éves fiúknál már csak 37%, a lányoknál pedig 21% ez az arány. Kettő ovi focipályát is átadtak szerdán Pécsett, az egyiket délelőtt Uránvárosban a Radnóti utcában, a másikat a Kertvárosi óvodában az Enyezd utcában. Az ovi focipályák kiválóan alkalmasak többfajta labdajáték alapjainak elsajátítására. A képzésekkel egybekötött beruházások részben önkormányzati, részben TAO-s pénzekből valósultak meg az ovi foci közhasznú alapítvány segítségével. Néptánccal, énekel és versekkel is készültek a Radnóti utca óvoda fiataljai az új ovi foci pályájuk átadójára. Ahhoz, hogy sikeres várost, városrészt építsünk, ahhoz viszont olyan fiatalokra van szükségünk, akik tudnak együtt mozogni, tudnak együtt gondolkodni, és ennek az alapjai bizony már az óvodában megkezdik elsajátítani. Én bízom abban, hogy ez a futballpálya, ez a mi kis közösségünknek az egyik ilyen kis építő eleme lesz, ahol kiválóan fognak szórakozni a gyermekeink, megkapják azokat az alapokat, amelyek a későbbi sportoláshoz, egészséges életükhöz hozzá fognak járulni. A pályának bár ovi foci pálya a neve, kiválóan alkalmas többek között a kosár és kézilabda, illetve a tollas és a tenisz alapjainak elsajátítására is. A beruházáshoz a város közel 3 millió forintot biztosított. A felmaradó több mint 7 milliót az OU Foci Alapítvány teremtette elő, TAO-s, azaz a látványsportok támogatására szánt összegből. Közel 30 ezer gyereket értünk el ez alatt az 5 év alatt a programmal, és 2000 óvodapedagógus végezte el a OU Sport képzést. 100 önkormányzat területén vagyunk jelen, és több mint 100 támogató céggel vagyunk kapcsolatban, akik a társasági adójukat felajánlják. Úgyhogy tényleg el lehet mondani, hogy egy országos méretű és országos támogatottságú az ovi foci program. Pécsett 3, Baranya megyében 11, az országban pedig 203 ovi foci pálya található jelenleg. A programban nem csak eszközkészletet kapnak az intézmények, hanem az óvoda pedagógusok egy képzésen is részt vettek a szakszerű használat elsajátításához. Máskor nem látogatható helyekre, például laborokba is beléphetnek a látogatók idén is a kutatók éjszakáján. Szeptember 30-án délutántól késő estig a Pécsi Tudományegyetem is várja az érdeklődőket, akik személyesen találkozhatnak a kutatókkal, kipróbálhatják kutatási eszközeiket, találmányaikat, megismerhetik a munkájukat előadások, vetélkedők, kiállítások és tudományos szórakoztató programok keretében. A látogatáshoz tudományos előképzettség sem szükséges.
Számítási kapacitást és hathatós asszisztenciát biztosított a Pécsi Tudományegyetem műszaki kara Budapesten a Gellért-hegy és a Citadella háromdimenziós felmérésében. A területek megújítására pályázatot írtak ki. A felmérésre azért volt szükség, hogy a regisztrált pályázók megismerjék a célterület pontos adottságait. A Pécsi Egyetemen a méréshez használt drónfelvételeket dolgozták fel. Az a drón készítette ezt a videófelvételt, ami a számításokhoz használt fényképeket is. Körberepülte a Gellért-hegyet, közben több ezer nagy felbontású fotót csinált, ezeket Pécsre hozták. Itt hozzáértő emberekre van szükség, illetve számítógépes, tehát számítási kapacitásra volt szükség. Mindez megvan a Pécsi Tudományi Egyetem műszaki karán, ezért hozták a tekintélyes méretű 12 megapixeles fényképeket ide. Itt a számítógép összeillesztette a felvételeket, és egy ilyen nagy részletességű, háromdimenziós modellt alkotott a hegyről. A számítógépeket összekötve hálózatban tudtuk az összszámítási teljesítményt növelni. Ebben rendkívül sokat segített dr. Iványi Péter dékánhelyettes úr a Pollákról, műszaki karról, és az ő segítségével gyakorlatilag pár nap alatt elkészült az, ami egy hagyományos számítógépen akár heteket, hónapokat vett volna igénybe. Így a tervezetnél sokkal hamarabb elkészült a modell, ami a Gellért-hegy megújulását szolgálja majd. Nyílt ötletpályázatot írt ki ugyanis a miniszterelnökség nemrég. A hegy és a Citadella épített környezetét újítanák meg. A háromdimenziós modell a pályázókat segíti majd, hogy pontos képet kapjanak a terület terepviszonyairól. Egyre elismertebbek a minőségi magyar borok, hangsúlyozta a földművelésügyi miniszter. Fazekas Sándor elmondta, ennek eredményeként nem csak a borversenyeken érnek el egyre figyelemreméltóbb eredményeket, hanem a bel- és külföldi piacokon is. Népszerűségük azért nő a fogyasztók körében, mivel folyamatosan megújulnak. A tradíciót ötvözik az innovációval, a hagyományt pedig az újdonsággal emelte ki. Kis Eliza, a kiemelt borágazati ügyekért felelős miniszteri biztos hozzátette, a magyar borágazat utóbbi években tapasztalható fejlődése sok ember közös munkájának, együttműködésének köszönhető. A hazai nedük minőségét, piaci lehetőségeit nevelő programban az ismert pincészetek és a fiatal, pályájuk kezdetén lévő borászok is megtalálják számításaikat. Keddeste a Kodály Központban rendezték meg a 10. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó és a Zeneszüret Fesztivál megnyitóját. Az ünnepséggel párhuzamosan bemutatták Ficek Ferenc Hátrahagyott kijáratok című kiállítását is. A tánctalálkozó díszvendége idén a Nemzeti és a Győri Balett volt. Időpontilag is és gondolatmenetében is összetalálkozott az idei évben a Nemzetközi Táncfesztivál, illetve a Zeneszüret, melyet a táncra hangoltunk. Minden produkciónkban megjelenik a tánc, van úgy, hogy megtestesülve koreográfiában, és vannak olyan alkalmak, amikor pedig csak a műsorban jelenik meg, a suite-ben, Bartók vagy a barokk szvittekben, esetleg a bazilikában is a táncmotívum. Üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása miatt emelt vádat a pécsi járási és nyomozó ügyészség egy pogányi férfi ellen, aki 5 év alatt mintegy 10 millió forintot kért fuvarozóktól azért, hogy jobb megbízáshoz juttassa őket, közölte a vádhatóság szerdán az MTI-vel. A Baranya megyei főügyészség közleménye szerint a vádlott egy országos gazdálkodó szervezet fuvar szervezőjeként egyes megbízásokról önálló döntési joggal rendelkezett. A férfi 2010 végén elhatározta, hogy a fuvarozóktól pénzt kér, hogy őket jobb, nagyobb haszonnal elvégezhető megbízáshoz juttassa. A kért pénzösszeget megfizetők pedig jobb, kedvezőbb fuvarhoz jutottak, míg a nem fizetők kedvezőtlenebb fuvart kaptak, vagy egyáltalán nem jutottak megbízáshoz. A vádlott 5 év alatt 8 fuvarozótól havonta 50 ezer és 100 ezer forint közötti összeget, illetve esetenként az árbevétel meghatározott százalékát kérte. Az ügyészség az ügyben vesztegetés miatt 5 fuvarozó ellen is vádat emelt. Jelentős mennyiségű kábítószer bűnszövetségben elkövetett kábítószer kereskedelem és más büntettek. Az ezekkel a bűncselekményekkel vádolt S. Csaba és társa ügyében folytatódott a tárgyalás sorozat Pécsett. A szerdai tárgyaláson ismertették az elsőrendű vádlott vallomását, majd az ügyvéd további tanúk beidézését javasolta. Ítélet így még nem született, a tárgyalást novemberben folytatják.
Folytatódott a tárgyalássorozat S. Csaba és társa a kábítószerkereskedelmi ügyében. A vádirat szerint az elsőrendű vádott az interneten eladásra hirdetett meg különböző pszichotróp hatású, illetve kábítószernek minősülő anyagokat. 2014. júniusától 2015. februárjáig mintegy 5600 megrendelést teljesítettek postai úton. A teremre volt cselekménye kapcsolatban elmondom, hogy én mindig avatkozottan voltam, hogy legális szerekkel kereskedtem. Volt egy srác, aki nekem ezeket a szereket beszerezte, én csak tőle vásároltam. Mindig próbáltam követni, hogy melyik szer került a tiltólistára, amennyiben ilyen volt a birtokomban, azt mindig megsemmisítettem, nem értékesítettem. Ez Csaba állítása szerint már ekkor is odafigyelt arra, hogy az eladásra szánt termék legális legyen. A vádott vallomásában azt is megemlítette, vásárlóitól többször is kapott visszajelzést, miután megvizsgálták az anyagokat, azokban nem találtak tiltott szereket. Azonban a Zaher Gábor által bevizsgált növényi származékokban több különböző pszichoaktív anyagot is találtak, melyek forgalmazása tiltott. Összefoglalva, amivel én foglalkoztam, az tudomásom szerint legális volt, nem működött jogszabályba, így már utólag tudom, hogy ez sajnos nem így van. Tekintette arra, hogy a lefoglalt csomagok tartalmaztak ilyen szereket, a felelősségemet az új pszichoaktív anyagban történő kereskedelem kapcsán ismerem. Ez Csabának bűntársa is van, aki az eladásokban segítkezett, róla azonban a szerdai tárgyaláson nem esett szó. A vádlottak ügyvédei indítványozták további tanúk kihallgatását, így ítélet még nem született az ügyben. A következő tárgyalás november 11-ére tűzte ki a pécsi törvényszék. Egy baranyai gyümölcsösben 15 be nem jelentett dolgozót találtak a NAV munkatársai, ezért jelentős bírságot kell fizetnie a vállalkozóknak. Az utólagos ellenőrzéskor derült ki, hogy az adózó egyszerűsített formában is szabálytalanul alkalmazta a munkavállalókat. A vállalkozó a foglalkoztatás bejelentésekor nem vette figyelembe a létszámkorlátot, csak 365 idénymunkás dolgozhatott volna, ám a vállalkozó mintegy 1300 munkavállalót foglalkoztatott. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. A kétfarkú kutyapárt plakátjai szinte egész Kaposvárt ellepték, a szervezet szinte kizárólag nem a kijelölt helyekre ragasztja szóróanyagaikat. A párt kaposvári képviselője azt mondja, nem tudják ellenőrizni, hogy az aktivisták hol plakátolnak. Csilla Gábor Kaposvár jegyzője azonban azt mondja, ez nem mentesíti a kétfarkú kutyapártot a felelősség alól. Kampányplakátok a villanyoszlopokon, áramszekrényeken. A kétfarkú kutyapárt falragaszai szinte ellepték Kaposvárt. Van nagyon sok civil is, azt tudnélik, hogyha mi most kimegyünk, így éppen plakátolunk, valamit csinálunk, aktívak vagyunk éppen kint az utcán, akkor jönnek emberek és kérnek ilyen kis matricákat, plakátokat, és akkor ők mondják, hogy majd kiragasztjuk a mi utcánkba, és akkor ez tök jó, és akkor viszik mindenhová. Tóth József Barnabás azt mondja, elsődleges céljuk, hogy a kaposváriak is tisztában legyenek a kétfarkú kutyapárt létezésével, így nem is ellenőrzik, hová kerülnek ki plakátjaik. Minimális a lekövetés, azt kell, hogy mondjam. Valaki azt térképen rögzíti, de nem mindenki. Most ezt sem is nem tudjuk annyira nyomon követni, ez véletlenszerű. Jól látszik, hogy ez az OSB labból összeállított hirdetőtábla is szabadon maradt. Ide nem ragasztott a kétfarkú kutyapárt. Pár méterrel arrébb azonban az áramszekrényen már ott díszelegnek a szervezet propagandáját hirdető szóróanyagok. Ez azonban nem ütközik konkrét jogszabályba, mondja kaposvári edzője. A korlátozás csak abban merül ki, hogy épületek, falára, kerítések falára csak a tulajdonos vagy a bérlő hozzájárulásával lehet plakátot kihelyezni. Ugyanez vonatkozik a középületekre és a közintézmények falaira, épületeire. Gyakorlatilag csak abból, azokból lehet a plakátozást korlátozni, hogyha az műemlékvédelmi, annak műemlékvédelmi oka van, illetve környezetvédelmi szempontokból lehet korlátozni a plakátok kihelyezését. Kaposvár jegyzője azt mondja, egyelőre nem tudnak hivatalos lépéseket tenni az ügyben. Kihelyezik ezek az OSB Igen. lapok, hát sajnos a kétfarkú kutyapárt ezt az iratlan törvényt nem tartja be Kaposváron. Akkor fogunk tudni tulajdonképpen igazán föllépni ellenük, amikor a szavazás megtörténik és letelik a 30 nap. Nem gondolnám, hogy ezt egyenként majd le fogják azok az aktivisták kaparni, de ezt majd meglátjuk akkor. Amennyiben a megszabott határidőn belül nem távolítja el a párt a plakátokat, akkor nekik kell állni az eltávolítás költségét, amely a város utcáit elnézve igen tetemes összeg lehet.
A technológiai fejlődésben a legnagyobb kihívás, hogy kijelöljük a helyes határokat és tudatosítsuk, hogy a gépek értünk és nem helyettünk vannak. Erről beszélt Karas Mónika, a Nemzeti Hírközlési és Médiahatóság elnöke Siófokon. A 17. Internet Hungary konferencia nyitónapján a média és a digitalizáció trendjeiről, valamint új kutatásokról is hallhattak előadásokat a résztvevők. Minden, ami szabályalkú és repetitív, azt ki fogják váltani a gépek. Ez a kutatók víziója. Kérdés azonban, hogy mindez mikor következik majd be. Erről is beszéltek a szakemberek a siófoki Internet Hungary konferencián. A Szilícium völgyben startup vállalkozó Bognár Botont a robottechnológia és a mesterséges intelligencia fejlettségébe avatta be az érdeklődőket. A mesterséges intelligencia mindenkinek a zsebében ott lapul okostelefon formájában, hiszen azok az eszközök, azok az algoritmusok, amik működtetik, nem léteznének mesterséges intelligencia nélkül. Az igazi kérdés az az, hogy hol éri el azt a pillanatot, amikor emberszerű lesz, vagy emberszerű képességei vannak. Úgy tűnik, hogy ezt a határt is elkezdtük feszegetni. Nem elegendő azonban ismerni a világhálót és a különböző technológiai megoldások használatát. Figyelmeztetett megnyitó beszédében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke. Karas Mónika azt hangsúlyozta, meg kell tudnunk húzni a megfelelő határokat. Az, hogy a gépek értünk vagy helyettünk vannak, azt mi döntjük el. Mi húzhatjuk meg a határt, mi és nem a gépek. Meggyőződésem, hogy ebben a tudatosság és a megfelelő értékítélet mellett a mértékletesség kell, hogy vezéreljen bennünket. Karas Mónika úgy fogalmazott, csak tőlünk függ, hogy a gépek, ahogyan a sci-fi filmekben elszabadulnak, vagy pedig az emberek igényeit szolgálják a jövőben is. Ebben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is szerepet vállal, hiszen igyekszik kijelölni a határokat a felhasználók és a tartalomszolgáltatók számára. 48.115 darab palacsinta készült 24 óra alatt Dunaföldváron, ami új Guinness rekord. A Tolna megyei település a Békésben található Kevermes 2014-es csúcsát több mint 15.000 darabbal döntötte meg. Sárga barack és epellekváros, túrós, kakaós, nutellás csak az ízelítő kedvéért. Dunaföldváron új Guinness rekord született az elmúlt hétvégén, a palacsintasütés új csúcsa hazánkban 48.115 darab, mindezt 24 óra leforgása alatt készítették. A szeptemberi eseményt egy főpróba előzte meg. Május 1-én kipróbáltuk magunkat, tehát milyen technikát, hány embert kell ahhoz mozgatni, illetve milyen nyersanyag szükséglete van ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk valósítani és meg tudjuk dönteni Kevermesnek a Guinness rekordját. Ezt követően felvettük Kevermessel is a kapcsolatot, és meghívtuk őket, hogy vegyenek részt saját rekordjuk megdöntésében, úgyhogy nagy örömünkre őket is ma közünk, köreinkben üdvözölhetjük. 50 gáztűzhelyen, két órás váltásban 250 segítő keverte, sütötte, töltötte a palacsintát 1200 kg lisztből és a hozzávalókból. A hitelesítést a magyar rekord munkatársai végezték, az ellenőrzést és a jegyzőkönyvvezetést Sebestyén István koordinálta. A legfontosabb feltétel, hogy mindenkinek a fair play szabályait betartva egy rekord döntésnél ugyanazokat a körülményeket kell biztosítani, mint az előző rekord felállításakor. Nincs ez másképp egyébként a 24 órás palacsintasütésnél is, tehát itt is pontosan 24 óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy a legtöbb palacsintát hagyományos kézi módszerrel, gáztűzhelyen, illetőleg szabadtűzön palacsintasütővel elkészítsék. Az, hogy hány sütőhely, illetőleg hány tűzhely kerül alkalmazásra, és hogy hányszor váltanak a rekordkísérletben résztvevők, és mekkora létszámban vannak, ez tulajdonképpen közömbös. Természetesen a település első embere is résztvevője volt a nem mindennapi eseménynek. Horváth Zsolt polgármester a déli órákban még zakóban is ingben nyilatkozott, majd a hivatal zárása után kötényt kötött és maga is serpenyőt fogott. Igazából az a hozadék, hogy nézzetek körül, mosolygós emberek itt vannak, nevetgének, elbeszélnek, csinálják a dolgukat, sütik a palacsintát, egymásnak tanácsot adnak, ugye mindenki tud a másiknak ebbe tanácsot adni, hogy kell sütni a palacsintát, aztán meg a gyerekeket is ide eljönnek, vannak, kicsit elmozdul, kimozdul. Ez egy olyan rendezvény, ami nem mindig van, meg nem is mindig lesz. A rendezvény ideje alatt folyamatosan érkeztek kicsik és nagyok, helyiek és vidékiek, hanem másért csak fogyasztani a finomabbnál finomabb palacsintákat.
A lefújás után a szervezők is kifújhatták magukat, és közösen ízlegethették az új Guinness rekordot, ami tehát 24 óra alatt 48.115 darab helyben sütött palacsinta. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. A közösség formálása cél, ovi foci pályákat adtak át Pécsett. Elkészült a Gellért hegy háromdimenziós modellje, a Pécsi Egyetemen állították össze. Kábítószer kereskedelem és más bűncselekmények, folytatódik a tárgyalás sorozat. Hulladékszállítás elektromos autóval, tesztüzem Pécsen, az önkormányzat vásárolna. Csütörtökön sok lesz a napsütés, inkább csak kezdetben lehetnek fátyol felhősebb tájak, ám csapadék nem várható. A nyugati szél főként a középső ország részben élénkülhet meg, hajnalban 6-13, délután 22-27 fokot mérhetünk. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, viszontlátásra!